Elhunyt dr. Réti Miklós, nyugalmazott szemész főorvos, Cegléd rendszerváltást követő első szabadon választott országgyűlési képviselője, Ceglédváros díszpolgára. Erről is szó lesz a mai híradóban, és nézzük mindenről még. €12 milliárd fejlesztési forrás megújul a Toldi Ferenc kórház. Új technológia, kijavították egy szakaszon az Örkényi út egyik szélét. És MSZP sajtótájékoztató a devizahitelesekről és a magas feszültségi távvezetékről. Ez itt a híradó keddeste, itt a Ceglédi Városi Televízióban. Jó estét kívánok! Elhunyt dr. Réti Miklós, nyugalmazott szemész főorvos, Cegléd rendszerváltást követő első szabadon választott országgyűlési képviselője, Ceglédváros díszpolgára. Dr. Réti Miklós Cegléden született polgári család gyermekeként, általános és középiskolai tanulmányait Cegléden végezte, majd a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát. Az egyetem befejezése után Komárom megyében dolgozott körzeti orvosként, majd Cegléden a kórházban folytatta a pályafutását, ezt követően 2 évig a Békési Rendelőintézet szemészeti szakrendelését vezette. 1986. áprilisától lett a Ceglédi Kórház szemészeti osztályának osztályvezető főorvosa. A magas szintű szakmai és vezetői munka mellett dr. Réti Miklós közéleti tevékenysége is egyre szélesebb teret öltött. 1990-ben az első demokratikus szabad választásokon országgyűlési képviselőnek választották. 4 éven át a Pest megyei közgyűlés társadalmi alelnökeként a megye egészségügyi intézményeinek felügyeletét látta el. Ebben a ciklusban adták át a kórházi gyógyszertár és laboratórium új épületét, és kezdte meg működését a művese állomás. A kórház vezetése mindig számíthatott dr. Réti Miklós segítségére. Dr. Réti Miklós 73 éves volt. Megújul a kórház főépülete, a pszichiátriai részleg, a nővér és orvosszálló, és önálló egység lesz a kibővített sürgősségi osztály Cegléden. A Toldi Ferenc Kórház az elkövetkező években mintegy 12 milliárd forint fejlesztési forrást kap, jelentette be ma délelőtt a térség országgyűlési képviselője Földi László. Az összegből orvosdiagnosztikai eszközöket szerezhet be az intézmény, új belgyógyászati tömb épül és új 3 emeletes épület is. A tervek szerint itt kap majd helyet a járóbetegellátás. Óriási fejlesztési lehetőséget kap a 160 ezer ember ellátásáért felelős Ceglédi Toldi Ferenc Kórház, jelentette be ma délelőtt a térség országgyűlési képviselője Földi László. Körülbelül 12 milliárd forint az az összeg, ami a következő években a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház és rendelőintézet fejlesztésére fog fordítódni. A Ceglédi Kórházat érintő 12 milliárd forint része annak az összesen 700 milliárdos hazai fejlesztési forrásnak, amelyet a kormány az egészségügyre fordít az elkövetkező években. A 12 milliárd forint számos felújítást foglal magába Cegléden. Az egyik legfontosabb a kórház főépületének megújulása, mondta Földi László. Ma már a főépületnek a betegszobái bizony nagyon elavultak. 6-8 ágyas kórtermekkel, egy-egy folyosón valahol csak egy WC-vel, vagy egy fürdőszobával. Ez a 21. században elfogadhatatlan meggyőződésem, és a fejlesztések révén 3-4 ágyas kórtermek fognak majd létrejönni, és megfelelő vizes blokkot is kapnak ezek a kórtermek. Felújítják és bővítik a sürgősségi betegellátó osztályt, megújul a régi baleseti sebészet épülete, a pszichiátriai tömb, a nővér és orvosszálló, a mosoda, az élelmezés és a kazánház is, tette hozzá Földi László. A felújítások, bővítések mellett teljesen új épületeket is tartalmaz a 12 milliárdos fejlesztés. Egy új belgyógyászati tömbnek a megtervezése. Járóbeteg szakellátás fejlesztéséhez kapcsolódó 3 szintes, összesen mint egy 3000 négyzetméter épület megtervezése. Ugyanis az a cél a fejlesztések végeredményeként, hogy minden szakellátás itt a kórház területén belül legyen.
A járóbeteg szakellátás, valamint a tüdőgondozó a tervek szerint kikerül a kórházba, a vérvétel viszont marad az STK épületében, tette hozzá a képviselő. Az elmúlt években a központi régió, vagyis a főváros és Pest megye nem részesült a mintegy 500 milliárdos egészségügyi uniós fejlesztésből. Ezt a hiányt pótolja az Egészséges Budapest nevet viselő program, mondta a Ceglédet is érintő fejlesztésekkel kapcsolatban a szaktárca államtitkára. Eddig is a magyar kormány rengeteget költött egészségügyi fejlesztésekre, azonban most egy lépésváltás következik be. Egy egészen más dimenzió nyílik meg a központi régió számára. Az a dimenzió, ami korábban csak a vidéken élőknek, a központi régión kívülélők számára volt lehetőség. A ceglédi kórház az elmúlt években számos beruházást valósított meg. Energetikai beruházásokra, orvosműszerek beszerzésére is nyertek pénzt. 2013 óta 10 pályázatukból 8 sikeresen zárult, emlékeztetett a sajtótájékoztatón a főigazgató. Elkezdtük a csőposztahálózatunk kialakítását, a konyhára, a mosodára 60-70 milliót tudtunk költeni, és 150 millióból ki tudtuk fizetni a már akkor beszerzett szép új digitális CT-berendezésünket. Tulajdonképpen elmondható, hogy ez az elmúlt két év, ez több forrást biztosított kórházunknak, mint az előtte lévő 20. Már megszületett a kormánydöntés a 460 millió forint fejlesztési támogatásról, amelyből diagnosztikai műszereket, korszerű betegágyakat vásárolhat a ceglédi kórház, és döntés van arról a 646 millió forintról is, amelyből az elkövetkező évek fejlesztési tervei készülnek. Kijavították egy szakaszon az Örkényi út egyik szélét. A körülbelül 5 kilométer hosszú Örkényi út teljes rendbetétele majd 200 millió forintba kerülne, amit az önkormányzat csak pályázati források segítségével tudna megvalósítani. Most egy új technológiát próbálnak ki, amit ha beválik, akkor hosszabb szakaszon is megújulhat az út. Most 100 méteres szakaszon javították ki az Örkényi út burkolatát. Megerősítették az út szélein az alapot, majd kötő aszfalt réteget tettek rá. A következő időszakban megvizsgálják, hogy ez a technológia mennyire télálló, hogyan bírja az igénybevételt. Ezek után pedig tavasszal döntenek majd arról, hogy mi a legjobb megoldás az egész útszakasz rendbetételére. A tudomány sem tévedhetetlen, mondta dr. Surányi Dezső tegnap a Török János mezőgazdasági szakképző iskolában. A magyar tudomány ünnepéhez a ceglédi iskolák is csatlakoztak, így a héten minden nap más helyszínen tart előadást a professzor. Általában a pozitív oldalról közelítik meg a tudományokat, de idén egy másik szemszögből mutatja be különböző iskolákban ezt a témát dr. Surányi Dezső. Tegnap a Török János mezőgazdasági és egészségügyi szakközépiskolában tartott előadást, ahol arról beszélt, hogy a tudomány sem tévedhetetlen. Vannak bizonyos növény- és állatfajok, amelyek nálunk nem honosak. Kipróbálták jó szándékkal, és ránk hatalmasodott. Problémát jelentettek, mondhatom a parlagfüvet, birkalegelőnek kezdték, mondhatom például a vad dohánynak mondott sejemkórót, kérem szépen, ma már alig tudunk ellene valamit tenni. Ma már a napraforgó táblákon is nagyon elszaporodott a parlagfű. Ez abból is érezhető, hogyha valaki augusztus vége felé biciklire ül és a város széle felé halad, rögtön jelentkeznek az allergia tünetei. De mondhatok olyan nagy példát is, mint a Escobarra, kolumbiai kokainbáró, akinek az volt a agyament ötlete, hogy ő vízilovakat bevisz Kolumbiába. 22-t importált, és olyan jó elszaporodott, hogy ma már lassan gépágyúval kell őket pusztítani, mert nem lehet őket könnyen kivadászni. De beszélt az erdőkben élő madárfajokról is. Itt van például a fácán. Senki nem szembesül azzal, hogy tulajdonképpen a fácán a Római Birodalom idején került be Európába, és milyen jó, elszaporodott, és ma már úgy érezzük, mintha része lenne, és nagyon jó helyettesíti azokat a magevőket,
sajnos, mint a fogoly vagy a fül, amiből nagyon kevés van. A Magyar Tudomány ünnepét egyébként hivatalosan 2003 óta ünneplik az országban minden évben. November 3-án, azon a napon, melyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására, ezzel pedig lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia létrehozását. Még kell neki egy kis kabátot varni a hernyőinak, mert nem nagyon bírja a mi klímánkat. A kilátástalan helyzetben lévő devizahiteleseken segítene az MSZP. A párt helyi szervezetének elnöke sajtótájékoztatón számolt be róla, hogyan képzelik el a bajba került családok támogatását. Fejér István továbbá a magas feszültségű távvezeték építéssel kapcsolatban is szót emelt. Azt mondta, új nyomvonal tervezését kezdeményezik. Fogadónapot tartott tegnap az MSZP helyi szervezete. Elsősorban a devizahitel miatt bajba került embereket várták. Fehér István sajtótájékoztatót is tartott. Azt mondta, a szocialista párt az önhibájukon kívül reménytelen helyzetbe került családok segítéséért fogalmazott meg programot. Fehér István úgy fogalmazott, több százezer embert érint a magas devizahitel. A végtörlesztés csak azoknak jelentett megoldást, akiknek volt megtakarításuk. Az árfolyamgátat választók pedig az összegyűlt kamatok miatt kerültek újra nehéz helyzetbe, mondta a párt helyi elnöke. Végtörlesztés egyéb történt, akkor ebben a Nemzeti Banknak 270 milliárd forint bevétele származott, amely 270 milliárd forintot minden napig nem használták arra, hogy a hiteleseknek valamilyen segítséget nyújtanak. Kötelezni kellene a bankot, és a kormány és a parlament megteheti, hogy ezt az összeget, ha nem is egy összegben, de bocsássák rendelkezésére a ilyen célt szolgáló eszközöknek. Emellett zárolni kellene a presztízs beruházásokat, és ebből pénzügyi alapot képezni az adósok segítésére, tette hozzá az elnök. Fehér István szerint az is megoldás lenne, ha az adósok a 2010-es árfolyam alapján törleszthetnének. Az MSZP a magas feszültségű távvezeték kapcsán is szót emel. Azok felelőssége, ugye ez a távvezeték majd, hogy nem kivitelezési szakaszba érkezett, hogy a megelőző, a tervezési időszakában mindezt a egészségkárosító hatást nem vették figyelembe, nem közölték az ott lakókkal, hogy ilyen helyzetbe kerülhetnek. Ezért most mi azt mondjuk, hogy igenis tervezenek egy új nyomvonalat, még ha ez többe is kerül, mert ez a beruházás megtérül. Mi vagy szükség van rá, ez értékteremtő beruházás lesz, legfeljebb most a kivitelezésnél egy kicsivel többe fog kerülni. Fehér István elmondta, nyílt levélben fordult a térség országgyűlési képviselőjéhez és a polgármesterhez is, de eddig még nem kapott választ. Az elnök a nemzeti konzultációról is beszélt, azt mondta, felesleges hazugságon alapuló veszélyes hulladék. Idén is nagyon sokan keresték fel a Ceglédi Ipartestület székházában rendezett esküvő kiállítást. Legfőképpen természetesen azokat várták, akik még most tervezgetik a nagy napot. Itt most egy helyen akár mindent el is intézhettek, hiszen a fehér neműtől az esküvői menüig mindent megtalálhattak. Smink, fodrász, fehérnemű, autó, teríték, dekoráció, ékszerek, zene, ruha, ételek. És még nem is teljes a lista, mi mindent kell beszerezni, kitalálni, megtervezni ahhoz, hogy teljes legyen a nagy nap. Ehhez az igazán nagy munkához igyekezett segítséget nyújtani a Cegléd és térsége ipartestülete is, most már negyedik alkalommal. Az esküvőhöz szükséges kellékek közül talán a legkiemelkedőbb a mennyasszonyi ruha, vagy legalábbis a mennyasszonyok általában ennek kiválasztásával töltik a legtöbb időt, hiszen mostanában már a szín kiválasztása sem egyszerű, akkora a kínálat. Nagyon szeretik a lányok a színes ruhákat, megjelent újfent a színes öltözet, tehát fehér alapon különböző színekkel kombináljuk. Szeretik a bordót, a királykéket, a barack színt, amit bele ötvözünk a ruhában. Nagyon szeretik a koszorús lányokat is önmagukhoz öltöztetni, és akkor a dekorációval is egy teljes összhangot tudunk így létrehozni. Tehát amilyen szín feltűnik a mennyasszony ruhában, olyan szín a koszorús lányról, és az egész dekoráció. Tehát egy teljes harmóniát képez. De formában és stílusban is számtalan variáció van, nem csoda, ha nehéz a választás. Óriási a paletta, hatalmas a kínálat,
igazából én szeretem, amikor a lányok körbe mennek, és mindenhol megnézik a ruhát, mindenhol felpróbálják, és amikor kialakul az ő stílusuk, hogy mi az, amit el tudnak önmagukon képzelni, mi az, ami jól áll, mert nem mindig egyezik a képzeletünk a valósággal, hogy ez valóban csinos is rajtunk, akkor utána szeretem, hogy visszajönnek hozzám, akkor megtervezzük, lerajzoljuk, anyagokat mutatok, mi az, amiből elkészíthetjük, és akkor közösen megálmodunk egy modellt, és azt készítem el nekik. De mindig ezt nagyon szeretik. Az érdeklődők nem csak nézelődhettek, kóstolhattak is, például esküvői menüt, de természetesen ruhabemutató is várta őket. A háttérben az elmúlt egy hónap eseményeiről, tapasztalatairól beszélgetünk Karasz Csaba rendőr alezredessel, a vizsgálati osztály vezetőjével. Ez volt a Híradó kedden, friss hírekkel legközelebb holnap este 6-kor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket!